Hát sziasztok, Dóri vagyok, annak aki nem ismerne, aki ismer, az meg úgyis tudja. Szóval a lényeg az, hogy folytatom a videózást. Ugye volt három nagy szünet a vlogolásaim között. Azért volt, mert kicsit így a szorongás meg a pánik visszajött, és olyankor depis vagyok, nincs kedvem ilyesmit csinálni, tehát akkor kimaradt rengeteg időszak. Magánéleti dolog, ugye új kapcsolatom lett, terhes lettem. Aztán akkor elkezdtem videózni megint olyan karácsony környékén, már nagy volt a hasam, de viszont akkor úgy éreztem, hogy nem önmagam vagyok, plusz az volt a probléma, hogy nagyon sok egészségügyi dolog jött ki, ami miatt így hátráltatott, és kedvem se volt hozzá, meg elcsesztem a hajamat, tehát katasztrófa volt, parókát vettem, és abba próbáltam videót csinálni, de az is olyan mű volt, és az is elvette a kedvemet az egésztől. Rengeteg változáson menten keresztül, amit majd kisebb videókban el fogok mesélni. Röviden annyi, hogy ugye terhesség, volt császár után kaptam egy tüdőembóliát, egy hétig feküdtem, utána nagyon sok idő volt, még összeszedtem magam, meg lefogytam, életmódváltás, akkor ilyen spirituális önmagam keresés, meg a pánikkal is szembenéztem egy kicsit, mert felerősödött egy időszakban, meg egy kis depi, de próbálom magam kúrálni, és ugye volt egy hajvágás, hajfestés, mivel az elcseszett hajamat rendbe kellett hozni, és azóta szerintem most érzem azt, hogy tudok a saját szemembe belenézni, és azt mondani, amit ténylegesen gondolok, és most ezért fogom folytatni ezt a vlogolást, mert úgy érzem, hogy most már nem kell magam előtt szégyelnem magam. Elég hülyén hangzik, de tényleg olyan, mintha kicsit az önazonosságomat megtaláltam volna. Itt felmerül a kérdés, hogy miért is folytatom a videózást. Tehát az egyik az, hogy úgy érzem, megtaláltam önmagam. A másik az, hogy sok idő, ami kimaradt a videózásból, nagyon sok idő ugye kimaradt az emlékekből. Tehát amikor visszanéztem a videóimat, korábbiakat, nagyon jó volt látni azt, hogy mit történtek. Például amikor a Pipikét felneveltem, meg ugye csináltam régebbi zenéket. Jó, lehet, hogy szarok, de nekem tetszik, mert olyan, mintha a gyerekeim lennének konkrétan. És egyéb ilyen családi dolgok, mikor anyukámmal elmentünk fürdeni. Tehát... ezek is olyan tök jó emlékek is, és tök jó visszanézni. A harmadik dolog az, hogy ugye nemrég beszéltem egy ismerősömmel, egy ilyen általános sulis csajszi. Igazából azért keresett meg, hogy vágjak neki Photoshopban egy képet a tesójának, amit karácsonyra oda akar adni. Aztán végülis elkezdtünk beszélgetni, hogy mi volt régen, meg hogy beszélünk-e más osztálytársakkal, és végülis kiderült, hogy nem nagyon tartjuk a kapcsolatot, és azt értettük, hogy mi miért távolodtunk el, tehát majd valószínű, hogy majd a jövőben találkozni fogunk, összefutunk, és azt is ugye elmesélte, hogy amikor volt ez a pipikés sztori, akkor ő nézte a vlogjaimat, és leesett az állam, hogy tényleg olyan érdekes, hogy olyanok, akik ismernek, de nem tartjuk a kapcsolatot, mégis így nézték, és tök jó volt, meg minden. És ebből is kiindulva tök jó így a sztorit így elmesélni magadról másnak. Következő az, hogy ugye a kommunikációt fejlesszem. Az ötödik dolog pedig az ugye, hogy amikor én csináltam ezt a videózást, akkor tök jó hobbi volt. Tehát így a kreativitásomat kiélhettem benne, akkor videót vágtam, akkor zenét csináltam, vagy így összeraktam így a dolgokat. Tehát az valamilyen szinten így lefoglalt, megfejlesztett, úgyhogy ez is hiányzik, mint ilyen időtöltés. Jó, baba mellett nem sok időm van, tehát valamikor még a főzés sincs meg,
valamikor takarítás is csúszik, tehát szalad a lakás, de amikor van szabadidőm, akkor ugye tök jó lenne ilyen emlékeket megörökíteni. Mert ugye a babus is nől, tehát már 8 hónapos is, és konkrétan alig van róla videó, jó fénykép az van rengeteg. Tehát az ilyen dolgok azok nagyon kimaradtak, és ezt így bánom, tehát ezért is lesznek ezek a vlogok. Viszont, ami még egy fő vonal a csatornának, ugye a terhesség után egy új életmódot kezdtem el, vagy folytattam, inkább kezdtem el, mert ez teljesen más. Lefogytam, akkor elkezdtem rendesen mozogni, súlyzós edzések, aeróbb edzések, 3 óránként ettem, egészségesebb kajákat, jó néha azért becsúszott ilyen csoki, meg mit tudom én. Ilyen baromságok, de így viszonylag, tehát így megpróbálom tartani azt, amit ugye a testépítők is szoktak az ilyen szárkásító étrendben. Tehát sima, rendes fehér cukrot, már nem is tudom, hogy mikor ettem utoljára, talán akkor, mikor így a csokiba vagy egyéb ilyen dolgokba néha találkozok vele, de én itthon például egyáltalán nem használok cukrot. Akkor az ilyen fehér kenyér, meg egyáltalán a kenyér, mint gluténforrás, azt sem eszek. Legalábbis olyan 80%-ba ki tudom küszöbölni, mert néha ugye beficcen egy kis pizza, meg ugye laktózt is kerülöm, meg ugye alapjáraton így a tejtermékeket próbálom kerülni. Tehát mondjuk úgy, hogy ilyen naturista étrendem van, megpróbálok sok mindenmentesen enni, de erről is majd így a későbbiekben, a többi videóban majd szó lesz róla. Tehát így előjáróban akkor ennyi lenne, hogy miért térek vissza. Ha esetleg új vagy és követnél, akkor iratkozz fel. Ha pedig ismersz, akkor pedig úgy is találkozunk, úgyhogy ugye mivel itt a karácsony, ezért most jönnek majd a Vlogmas videók, nem minden nap, csak olyan 2-3 videót tervezek, amiben benne lesz a lényeg. Aztán pedig jön az új év fogadalmakkal természetesen. Úgyhogy akkor nem sokára találkozunk. Sziasztok!